Kellemes délután kívánok, kedves hallgatóink, az ET Arénából Óházi Bálintot hallják. A szezonban utoljára lép pályára az ETFC a Mercantil Bank MB2-ben. Ez már az erőre hozott tavaszi forduló, amely a 20. a bajnokság 2016-2017-es kiírásában. A játékosok ezekben a pillanatokban érkeznek meg a pályára, Forgács András csapatkapitány vezetésével a kék nadrágban és fehér mezben játszó Zete, valamint a kék mezben és fekete nadrágban pályára lépő MTE 1904 gárdája. Most hallhatjuk a csapatkiáltásokat, és majd kezet fognak a játékvezetők a játékvezetői négyessel. Kovács Gergely vezeti a mai összecsapás, Kis Zoltán és Arad József lesznek az asszisztensek, még Barna Gábor a tartalék játékvezető, Wagner László a játékvezető ellenőr, a szövetségi ellenőr pedig Mukha József. Ez hát az utolsó bajnoki ebben az évben, tartsanak velünk, hallgassák még, hogy teljesít együttesünk két vesztes meccsel, a hát a mögött a remek formában lévő újonc Moson-Magyaróvár ellenében, akik kellemetlen meglepetést okoztak nekünk július 31-én, amikor is a Gyirmóton megrendezett első fordulós bajnoki mérkőzésen vezetett a Móvár, aztán egyenlített darú fejessével az Ete, de a három pont végül a hazai, aki lett, akik ezt egy bombagóllal szerezték meg. Azóta azért javult az Ete teljesítménye, sokáig az élbolyba tartozott együttesünk, míg az elmúlt három fordulóban szerzett mindössze egy ponttal, visszacsúszott a 7. helyre, így már a Moson-Magyaróvár is megelőzi az Etét, viszont ha győzünk, akkor biztosan megelőzzük őket, és a 6. helyen telelhet Csató Sándor gárdája 18 fordulóval a bajnokság befejezése előtt. Legendák is vannak a mai mérkőzésen, hiszen a Csarnokkupán pályára lépnek majd 17:45 perccel a Vidi ellen az Ete öreg fiúk, és kilátogattak a mai mérkőzésre is, megtekintik tehát ezt az összecsapást is, amelyet fűtött talajon rendeznek, tehát már ezt is beüzemelték, és most már tényleg semmilyen probléma nem lehet majd a talajra senki részéről. A mai mérkőzés kezdőrugását Fehér Tamás végzi el születésnapi alkalmából, aki az Ultrán Zalaegerszeg lelkes tagja hosszú évek óta. Boldog születésnapot kívánunk innen is neki. Gottfried Dániel közösen végezte el a kezdőrugást, és a fogadkozó zetésekhez is oda ment a mérkőzés kezdete előtt. A találkozót majd Laki Balázs kezdi meg, a Moson-Magyaróvár góljárosa lábán tehát a labda. A Zete támad majd a keleti tribűn felé az első játék részben, míg a Moson-Magyaróváriak oda az Ultrász felüli kapu felé próbálják majd vezetni támadásékat. Ebben a pillanatban meg is kezdődik a mérkőzés, és Smatovics lett a jobb hátvéd posztjáról hátra a labdát középhátvéd társának. Hátul labdázgatnak most a Moson-Magyaróváriak. Az összeállítások ismertetésével még adós vagyok, hamarosan erre is sor kerül, de még először figyeljük az első vendégtámadást, amely egyben az első támadás is a mérkőzésen. Ki a széles Smatovics, és ebből már nem lesz szöglet, csak kirúgás, és visszapattant a támadó játékos lábára a jobb oldalon, és Szappanos jöhet majd, aki fekete felsőben véd a mai mérkőzés alkalmával. Tehát Szappanos, Króner, Nagy Tamás, Forgács, Dajcs, Krec, Bedi, Babati, Vég, Gottfried és Jakab az Ete kezdő 11-je. Míg a vendégek Tarci, Bóner, Deák, Kosszó, Galambos, Cár, Bartos, Smatovics, Zsirai, Darázs és Laki összeállításban kezdenek. A jobb szélen Babati Benjamin próbál meg elmenni, a védő pedig leszereli őt, úgyhogy a labda végül is Babatiról ment ki, így majd bedobással jön a Moson-Magyaróvár. A szöglet zászlótól mintegy 5-10 méterrel előrébről nem jön hátra, tehát az Ete, hanem megpróbálnak az ellenfél védekező tér felén labdát szerezni. Most viszont Króner elpasszolja, aztán visszapasszolják hozzá, Babati csinál meg egy szép kényszerítőt, végpróbálna meg elmenni, de tisztáznak, és ez a labda majd, hogy nem indításnak is jó, végül Szappanos rúgja el, de kicsit veszélyesen, Króner nehézségek árán tudta csak megszelidíteni a játékszert. 0-0-ás állásnál a második percben. Aztán Króner teszi Forgácsnak, csapatkapitányunknak, aki egy mérkőzés kivételével, amikor betegség miatt hiányzott,
mindig a kezdő csapat tagja volt, és a jól emlékszem, akkor minden meccset végig is játszott ezek közül. Kroner tehát a jobb szélen dédelgeti kicsit a labdát, aztán Nagy Tamással játszik össze, akit megtámadnak. Szappanos pedig hátul kaphatja és hívelheti a bal szélre, viszont a fejpárbajt a vendégek nyerik. És hát a hazai pálya miatt talán, de egyébként nem lehet kijelenti, hogy ez esélyes lenne ennek a mérkőzésnek, hiszen jóval jobb formában van Király József gárdája, 9 meccs óta veretlenek, és hát ők is előre léphetnek esetleges győzelem esetén. Szabadrugásra jön az Ete, ugyanis fellökték Kroner Martint, Forgács fogja majd elvégezni ezt a szabadrugást. Ugye a 6. hely a tét a Zete számára, ahogy már említettem, hamarosan majd közlöm a forduló már véget ért eredményeit is, pontosabban véget ért mérkőzéseinek eredményeit is. Forgács András fogja előreívelni a labdát. Jön előre a labda, aztán kivágják a vendégek. Kronernek kell figyelnie, kiteszi a jobb szélre, de Babat itt megelőzik. Méghozzá 17, eszem Galambos Ádám futtatná a szélen csapattársát. Kretszet nagyon könnyedén választották el a labdától, a beadás viszont már nem jó Szappanosnak, így jöhet a Zete ismét. Előre teszik a mosómagyarvárják, és ismét visszaszerezték a labdát, Laki pedig kiugrása készen elől, és nagyon bizonytalan időnként az Zete védelme. Ez okozza azt, hogy elrúgják a labdákat, és többnyire meg is tartják a mosómagyaróváriak. Nagy Tamás teszi Kronernek, aztán most már azért mi is támadásba lendülünk a mérkőzés folyamán. Hát ez az első komolyabb támadásunk, aztán meglátjuk, hogy meddig tart majd. Hát eddig ugyanis Kretz rosszul passzolt Bedi fele. A bal oldalra jöhet majd a mosómagyaróvári bedobás. Matovics viseli a csapatkapitányi karszalagot a vendéggárdánál. És éppen most nem az ő oldalán, hanem a bal szélen támadna a mosómagyaróvár. Akiknél Laki Balázs a csatár, Holt versenyben vezeti Lovrencsics Balázzsal, a góllövő listát 11 találatnál jár, a 31-esztendős támadó. Tavaly is eredményes volt Rendre az MB3-ban, és az a probléma, hogy Rendre elveszti a labdát az Ete, nem sokkal túl a saját térfelén, és ebből a mosómagyaróváriak próbálnak meg mindig indulni, egyelőre kevesebb sikerrel, hiszen olyan nagy helyzetet még nem sikerült kialakítaniuk. Ismét egy pontatlan passz, és egy labdavesztés. Laki próbálja megtartani a labdát, sikerül is, előnyszabályt alkalmaz a játékvezető, aztán visszafújja, miután elveszi a labdát a vendéggárda. A Soroksár vezeti a forduló előtt a tabellát, a Balmazújváros és a Puskás Akadémia előtt. 30 pontos az Ete, és a Mosomonyóvár pedig 31. A Cigánd, a Cegléd és a Szeolese kieső helyen. De veszélyeztetett a Buda őrs is. A Kozár Misten Zete legyőzésével már biztossá tette, hogy bennmaradó helyen fog telelni. Galambos a szélen, Babati támadja agresszíven, de Galambos végül is megoldotta a feladatát, és át tudta tenni a jobb szélre, ahol csapattársa veheti az birtokba, vissza Deáknak, aztán Cár, a mosómagyaróváriaknak a nevük is rajta van a mezükön, Darázs vissza, aztán ismét a baloldalt játszanák, meg Bedi bent tudja tartani a labdát, és végül bedobást harcol ki az Etének. Hát nincsenek sokan az Eta arénában, talán most vannak eddig legkevesebben az idei szezonban. A bedobás után pedig már is labdát veszít az Ete, amely ezúttal is sérülésekkel bajlódik. Kretz végezheti majd a bedobást ezúttal a jobb oldalról. Forgács pedig már is megindulhat előre. Az évbe utoljára kiadta az Aréna magazint is a klub,
illetve karácsonyi vásár is lesz majd. Erről is olvashattak honlapunkon. Szappanos és Nagy Tamás járatták a labdát. Csató Sándor és Király József is állva nézi az összecsapást. Jasalevics Mahir, a korábbi Zete játékos, Zete nevelés, és a Moson-Magyaróvár gárdájában még hátul passzolgatnak az etések. Krúnezet az a Szapposnak, aki előre rúgta, de ez Dajcs számára már bentarthatatlan. Néhányan fütyültek is már a hátsó passzokat látva a lelátón. Még nem az északi lelátón, ami elkészült, és a beléptető kapuk kivételével már akár használatba vehető is lenne, de azok még hiányoznak, és különben sincs szükség arra a mai mérkőzésen, hogy azt megnyissák, hiszen a szűk 1000 néző, 500 ezer néző számára bőven elég a megnyitott három szektor, és ha jól látom, akkor nem jött vendégszurkoló a Moson-Magyaróvári részről. Kruner mellel Nagy Tamásnak, aki tovább teszi Beri Bencének. Az elmúlt pár percben, úgy látom, az elmúlt 8 percben, hogy Nagy Tamás inkább védekező középpel játszik, és Kretz húzódhat vissza jobb védőbe. Az is egy opció lenne, hogy Kretz és Bedi a két védekező középpályás, a két szűrő, és Nagy Tamás pedig középhátvéd. Krúnán a jobb oldalon játszik, de úgy látszik, hogy Csató Sándor egyelőre nem ezt a módszert alkalmazza. A 9. percben egy rossz szívelés után torcinál a vendégek hálóőrénél a labda. Átteszi a jobb szélre a Moson-Magyaróvári fiú, aztán egy íveléssel próbálkoznak, de az övék is sikertelen. Szappanos foghatta meg magabiztosan a labdát, és dobhatta ki Bedi Bencének, aki hosszú idő után kezd újra a Zete csapatában, és sérülés után már visszatért, de eddig még csak csereként kapott lehetőséget. Babati Gottfried felé tette volna a labdát, de kifejelte Deák István. Bedi pedig visszajátszik Krónernek, aki átforgatja Forgács Andráshoz a játékot. 13 és 15 órakor rendeznek mérkőzéseket a Mercantil Bank MB2 20. fordulójában. És a passz most rossz, ez is Tarcié lesz. Aki piros felsőben véd, és most bal lába rúgja előre a labdát méghozzá tökéletesen. Az más kérdés, hogy csapattársa már nem tudta pontosan átvenni, Dajcs ki tudta tenni az oldalon kívülről a labdát. Most viszont Forgács mellett elviszik, Dajcs mellett is ez lövőhelyzet, de fölé száll a lövés. Ez volt az első lövés a mérkőzésen. A bal szélről két szép cser után fölé durrantott tékosa. Tudok mondani eredményeket az MB2 20. fordulójából, miközben száll előre a labda, és Babati nem tudja fejjel megtartani. Gottfried előr rúgják ki, bedobása mondom én, de ezek szerint Gottfried rápattant a labda, és a játékvezető asszisztense segítségével a Moson-Magyaróvárnak ítél bedobást. Csató Sándor is fölhördült, miközben egy veszélyes ível is Moson-Magyaróvári részről, és már Jakab benne a 16-oson belül, vissza Gottfried, lőhet, és mellé megy nem sokkal Gottfried ballábas lövése. A mérkőzés eddigi legnagyobb helyzete, de Gottfried ballábas lövése a bal kapufa mellé megy nem sokkal. Mindez a 11. perc végén történt. És akkor az ígért eredmények már is egy nagy meglepetés. Kisvárda Budaörs 1-3, tehát a kiesés ellen küzdő Budaörs, ahogy például az Etét is megtréfálta hazai pályán, most ugyanezt történt a Kisvárdával is, akik ugye másodban másodszor kaptak ide, így is negyedikek voltak a forduló előtt, meglátjuk, hogy most mennyit csúsznak majd vissza. Az biztos, hogy Zete nem foghatja be a Kisvárdát, legalábbis egyelőre biztos, hogy nem, miközben a Moson-Magyaróvári támadásnak Zete kirúgása vége. A Békés Csaba nem hibázott, legyőzte a Ceglédet, így biztosan a Zete előtt marad.
a Szeol hazépályán 1-3-ra kapott ki, tehát 3-1-re kapott ki a Szeged 2011 Grosics Akadémia ellen, tehát a szegedi derbin az esélyesebb Szeged 2011 tudott nyerni. Cigánd Dorog 1-0, Vác Siófok 1-0, és még hátra van a Puskás Akadémia, Soroksár csúcsrangadó is, valamint hátra van még jó néhány mérkőzés, hiszen a többsége 15 órakor kezdődött az összecsapásoknak. Például Kozár Mislány Szolnok, Sopron Balmaz mérkőzés is. Legalábbis a papírom szerint aztán látom, hogy valamelyik rosszul van rajta. Kifejelik az Ete szabadrugását, a mosonmagyaróváriak is megpróbálnak indulni még hozzá a jobb szélen, aki elől várja a labdát, és Krecz megelőzte őt, így nem férhetett hozzá. Most kicsiben passzolgatnak saját 16-osukon belül a vendégek a mérkőzés 14. percében 0-0-nál. Viszont most már jobb oldalon a támadás, kinn a szélen, ha jól látom, Galambos, Forgács leszereli, és megpróbál majd kiarcolni egy bedobás, nem sikerül, ugyanis a labda elszáll, és a mosonmagyaróváriak megszerzik, aztán Jakab gyűjtötte be végül is a labdát, aki most Babatinak teszi át, jó meglátás volt a jobb oldalra. Babati befele indul, aztán ballábbal próbál ívelni végfele, viszont erősebb helyzetben Bónár Roland, aki előre vágja a labdát, nevezetesen Bartos Juliánnak, most pedig Smatovics a CK a labdával, kiteszi ismét Bartosnak, üres a bal oldal, észre is veszik, Galambos pedig kapja a labdát. Babati védekezik Galambossal szemben, Galambos visszafele cselez, aztán megcsinálnak a kényszerítőt, Babati megrántja Galambos, de ez még belefér a játékvezető, nem ítél szabadrugás, az etések visszaívelik a mosonmagyaróváriaknak, és egy kötényt kap Nagy Tamás, szép játék a 16-oson belül már, ott a zicser, és óriási helyzet, Cappanos kivéli, de még mindig ott a labda, még most sem szabadul föl teljesen az Ete kapuja, egy beadás középre, és Cappanos jön érte, és ő szedi föl a labdát, óriási helyzet volt a hosszún, Cappanos ki tudta védeni a mosonmagyaróvári zicsert a 15. percben. Most még már ugye előre a labdát, de ez Babatinak nem jó. Méghozzá les is volt, így nem dobással, hanem rugással jön a vendéggárda a 15. percben, tehát mosonmagyaróvári zicsert védett Cappanos, marad a 0-0. Ismét egy előrerugott labda Laki felé, Króner vele szemben. Króner pedig a biztosat választja, kipasszolja a labdát az oldalvonalon túlra. A mosonmagyaróváriak pedig már is elvégzik a bedobást. Krecz kap egy kötényt. Száll befelé a labda Nagy Tamás felé ki Galamboshoz, aki lövése vállalkozik, ez pedig mellé száll Cappanos kiabáltásával, hogy figyeljenek jobban oda, Nagy Tamás a földön, közben lehet, hogy eltalálták, minden esetre az biztos, hogy kirúgás jön majd, és az is, hogy a mosonmagyaróvár eddig kicsit aktívabb, mint a hazai pályán játszó Zete. Már is cserélnie kell a Zetének, ha jól látom, sérülés miatt Nagy Tamás jön majd le, ha minden igaz. És hát nézem, hogy ki jöhet be a helyére, talán Szundász vagy Szalkai, ha csak nem húz nagyon váratlant vezetőedzőnk. Ugye Nagy Tamás sérülés után épült fel, 16 percig bírta Bajló a pályán, ezek szerint szerkezeti változást is hoz majd ez a csere. Megtapsolja a közönség Nagy Tamást, tehát a 17. percben Nagy helyére Bajló érkezett a pályára. Egyelőre nem jöhet még Bajló Dávid. Cappanosnak mutatja a játékvezető Kovács Gergő, hogy még nem lehet csinálni, most mutatják föl, és most jöhet a pályára Bajló Dávid, aki egyre több lehetőséget kap az elmúlt időben, a múltkor
kezdőként játszott azelőtt csereként, és most is, hát majd, hogy nem, mint a kezdő lenne, annyi lehetőséget kap majd. Babati ugrik fel, Felni tovább csúszik a labda, Gottfried pedig nem mehetett ezért, legalábbis nem lett volna értelme, hiszen nagy fölényben voltak ott a Moson Magyarúvárják saját 16-osuk előtérben, és a kapusuk is megfoghatta a labdát kézzel a kezdőkörben. A Moson Magyarúváriak most egy lökés, de náluk már a labda is marad is. Most pedig a szélre ívelnek, mellel tovább tett labda, méghozzá ki a bal oldalra, igencsak ügyesen játszak, aztán elcsúszott a mosonmagyarvári fiúi Króner, tudott tisztázni, Babati csak visszafel tudta tenni, Bajló, aki jobb védőbe áll, de most íveli előre, Gottfriedet lerántják, ezért egyelőre talán lap nem lesz, csak szóbeli figyelmeztetés, ez volt az utolsó ilyen, amit elnéztem, mondja a játékvezető Deák Istvánnak mosonmagyarvári részről. A szabadrugás pedig Bajló Dávid végzi majd el a felező vonaltól. És egy nagyon rossz szabadrugás Bajlótól. Kiugrása készen Laki, forgása a kezéről, vágódott le a labda. És ezért pedig piros lapjár, sárga lapjár, sárga lapjár, jól van. Megijedtem már, hogy a játékvezető a hátsó zsebébe nyúl. Ott szokták tartani a pirosat és az elsőben a sárgát, de hát talán nem is lett volna ezért indokolt a kiállítás. Bajló borzasztóan végezte el a szabadrugás, középre ívelte be, és szerencsére nem indították be rögtön Lakit, aki kiugrásra készen várt, az ívelés pedig Forgács kezéről pattant le. A játékvezető felmutatta a sárga lapot a 19. percben csapatkapitányunknak, és mosonmagyaróvári szabadrugás jön majd. Forgás nem is nagyon reklamált, szóval szinte biztos, hogy jó volt az ítélet. Szinte mindenki az etet 16-osán belül, hazai részről az ívelés után teljesen üresen ott a mosonmagyarúvári játékos, aztán mégis egy zetést tud a labdába belefejelni, Szappanos pedig szabadugásra jöhet, ugyanis lesállás is megelőzte mindezt, ezért voltak annyira szabadon a vendégek, Szappanos rúghatja majd előre a labdát a 20. minutumban. A szabadrugás rossz, az etek ispad mögött hagyja el a játékteret. A bedobást még már is elvégezték a mosonmagyaróváriak, és a szélen kapja a labdát a 10-es számú Darázs, aki elmi az alapvonon, visszateszi, és végül is a labda ki sem egy szögletre, pedig majdnem gól lett belőle, aztán nagyon olcsón megúszta az ete. Miközben nem figyelni kell hátul, mert megint ott vannak még a mosonmagyaróváriak. Egy veszélyes vendégtámadás volt ez. Egy kényszerítő az etésektől, a mosonmagyaróváriaktól, Jakab pedig megszerzi a labdát, Krónerhez passzolja hátra, aki még hátra Forgácshoz. Forgács ki Dajcs Bencének, aki vissza Szappanosnak. Ad haza néhány szurkoló ezt kiabálja, nincsenek megelégedve a drukkerek az etések teljesítményével. Gottfried most üresen vehet át egy labdát, föl rúgja őt a 8-as számú Smatovics, föl is teszi a kezét, elnézést kér, jár a szabadrugás az etének, de hát innen nem fogják fölívelni, legalábbis egyelőre úgy tűnik, hogy kicsibe végzi majd el Babati. Laki lesz a sorfal, aztán mégis beadás aztán belőle Forgács fut, viszont nem kapja a labdát, csak most kiteszi a szélre, mondom én, aztán végül is befele fordul Forgács András, Jakab pedig kinn a bal oldalon, próbálja meghúzni, elmegy, beadná, az ítélet pedig szöglet, ugyanis a védőről pattant ki a labda, annak érje, hogy a mosonmagyaróvári játékos úgy látta, hogy visszapattant, Forgács az első szöglet, megvan a mérkőzésen a bal oldalról, majd Babati Benjamin végezheti el. Ez tehát az első sarokrugása, mérkőzésen kicserélték a hangosító berendezést is az ETE stadionban. Nagyon sok tehát a fejlesztés, amelyekről majd részletesebben beszélek, és olvashatnak is honlapunkon, száll be a labda, Forgács fejel,
és első nem tudta megfogni, de aztán másodikra már igen a labdát. Torci nem volt rossz fejes, de erőtlen, és rúgja is előre a labdát a vendégek kapusa, Forgács Bajló a labda útja, Bajló megpróbálna elindulni, fel rúgják, így szabad rúgás jár a Zetének. Beri Bence, aztán Forgács, Jakab, nem, Jakabot nem tudják elválasztani a labdától, többen is próbálkoznak ezzel, aztán a passza már nem jó, vissza szerezni próbálja Jakab, de sikertelen mindez. A mosonmagyarúváriak pedig elveszítik a labdát, Dajcs Bence szerezte meg, nem volt szabálytalanság, Jakab kinn a szélen, többen is támadják. Jó a passz végnek, viszont tisztázni tudnak a mosonmagyaróváriak. Sőt, még el is veszíti a labdát Bedi Bence, és szépen támadnak a mosonmagyaróváriak. Babati nem tudta a labdát elsőre kirúgni, de végül is visszakerül hozzá. Véget játsza meg a játékvezető, is kicsit útba volt. Aztán elesik, vég nem jár szabadrúgás. Technikás játékosok a mosonmagyarúak, többször látunk tőlük kényszerítőt, vagy háromszögelést. Egy ível is a tizatoson belülre, Bajló mellett enné haza, és ez veszélyes volt, majdnem elcsípte a csatár, de Szappanos szerencsére azért fel tudta szedni a labdát 0-0-nál a 24. percben. Hátrafele kell most is az etéseknek játszója. Nincsen igazi klasszikus befejező, hiszen Bobár és Daru is sérült, utóbbi Mankóval tudott csak feljönni a lelátóra. Tehát nehéz a helyzet. Játszott már Ekkeriséket, Kozár Misleny ellen Pécsen, de az sem igazán vált, de most Gottfrieddal próbálkozunk. De hát ő sem igazi befejező, Bajló pedig labdát veszít, és szabályosan szerez labdát, utána elesik Gottfried Dániel, a játék viszont folytatódhat, a játékvezető nem ítél semmit, és jár majd a sárga lap Gottfriednek, aki reklamált, kár volt ezért. A 25. percben viszont nem csak Gottfriednek jár, hanem a kakaskodásért Deáknak is. A 25. percben tehát Gottfried, és Deák is besárgult. Hát én megmondom őszintén, Deákot láttam, itt Matovicsot mondtak be, de 100%-ig én sem vagyok biztos, hogy szerintem Deák, a 6-os számú Deák kapta ezt a lapot mosonmagyaróvári részről. Mivel védőről van szó, azért ennek lehet jelentősége. Persze Gottfried esetében is, és én nálunk már Forgácsnak is van lapja. Hátul az etések, Dajcs Bence rúgja előre, viszont ez a mosonmagyaróváriakhoz megy, akik szépen megjátszák, ez majd, hogy nem zicser, az Zete 16-osán belül, de talán túl sokat passzoltak, túl szépen akarták megjátszani, Babati pedig becsúszva rúgja, bedobása a labdát, veszélyesek a mosonmagyaróvári támadások, az Zete 16-osán belülre többször is eljutnak Király Gábor tanítványai. Most is elmegy, és Matovics aztán visszafordul, és szöglet következik, ezért kiengedi a labdát. A mérkőzés folyamán először próbálkozhat sarokrúgással a vendég mosonmagyaróvár is, akiket ugye neveztek Motim TN-ek is, jelenleg Krelobusz mosonmagyaróvár a nevük, nemrég még Futura mosonmagyaróvár volt, aztán simán mosonmagyaróvár, változik a nevük rendszeresen. Cár adja be a szögletet, nem tudnak fejelni, de a kipattanó az övüké. Ismét kiteszik a szélre, Cár pedig is ezt is beadja, ott a fejes, és nem sokkal ment mellé, egy fél méterrel lendületből érkezett Smatovics. És nem sokat tévedett. Ez a mérkőzés harmadik jelentősebb helyzete.
legalábbis amiket én jegyzetek, azért a mosomonyi rüveliaknak volt több veszélyes próbálkozása, miközben Gottfriedot fejpárbajba győzik le, Bailó elrúgja a labdát, a mosomonyarúváriak pedig kirúgják az oldalvonalon túlra a 27. percben 0-0-nál. Tehát az imént Smatovics fejese fél méterrel ment mellé, most pedig a mosonmagyaróváriak lökésért kapnak szabadrúgást, amelyet nem onnan kell elvégezni, így újra rugatja a játékvezető. Az ETA vereség esetén akár a 11. helyre is visszacsúszhat, nem lenne jó ez, hiszen akkor végképp elveszítetné Csató Sándor csapat az élbolyba tartó csapat besorolás, élcsapat besorolást, amelyet ugye az Alai Hilapnak adott nyilatkozatában vezetőedzőnk is emlegetett, hogy egész őszként, élcsapatként tekintettek az ETA-re, és fontos lenne, hogy ez megmaradjon, és ezt a gondolkodást, mármint az ellenfek részről nevesít. Már Gottfried kinn a bal oldalon, beadásra készül, az első embert rúgja telibe, és egy becsúszószerelés, ami szabálytalan, Jakab reklamál egy kicsit, jöhet majd a Mosonmagyaróvár. 9 meccs óta veretlen, tehát az ellenfelünk 7 győzelm és 2 döntetlen. A mérlegük legutóbb a Váccán játszottak 1-1-et, azelőtt 4-szer jártak. Az elmúlt 5 meccsekön a megszerzett 15-ből 13 pontot megszerzett, míg az ETA 3 meccs óta nyertlen, és az elmúlt 5 bajnok ilyen 15-ből 7 pontot szerzett. Csak hátrányunk a fejtó helyhez 6 pont, az elsőhöz képest pedig 8 pont. A bal oldalon most Deák, aztán kénytelen előre fele passzolni, viszont nem tudta már darázsát venni pontosan a labdát, így Zete jöhet majd bedobás. Ugye 2-1-re vesztettünk, hogy már említettem, Dirmóton július 31-én, és miközben Bailó beadását lefújja a játékvezető, jöhet majd a Mosonmagyaróvár. Ritkán látni ilyet MB2-ben, hogy bedobást ítélnek szabálytalanul, de most ez is megtörtént kár érte. Így galambos próbálkoztat, meglátjuk, hogy őnek is sikerül-e majd mindezt szabályosan elvégeznie. Sikerült, aztán az ETA próbálna megtámadni, és ez eddig jó is. Babati, Krec pedig teljesen üresen középen, véggyorsít rá, kiteszi a szélre, Babati ezt még el fogja érni középen, azért gyülekeznek a társak, aki száll befele a labda, amely Tarci Pál kezében köt ki. Aki már is kilobja Lakinak, Laki tovább teszi, és egy buktatás Bailótól, Bailó és Babati közösen állította meg a vendégek akcióját, így jöhet majd a mosonmagyaróvári szabadrugás. Azért harmadjára is megpróbálja Smatovics azt, hogy kicsit előrébről végezhesse a játékvezető, jelez, hogy erre nincs szükség, végezzel kicsit hátrébről. A 16-oson belülre szállt rögtön a labda a mosonmagyaróvári előre ível, és után ez lövőhelyzet, viszont a mosonmagyaróvári játékos nevezetesen Galambos Ádám 20 méterről kapásból épp hogy csak eltalálja a labdafogó hálót, ugyanis a labda jócskán fölé szállt, így szappanos kirúgása következhet. Majd Csató Sándor azt is hangsúlyozta, hogy nem vitás vezetének nyernie kell, ez nem lehet kétséges, miközben a bedobás az etén lesz, egy fejpárba után pattant ki a labda az oldalvonalon túlra, 31. percben 0-0-nál. Elmentek melegíteni a mosonmagyaróvári cserék nálunk, ugye egy csere már megvolt, jelenleg ketten melegítenek Ágoston Donát, valamint Szalkai Róbert. Bajló bedobás ezúttal szabályos, a 16-oson belül pattog a labda, Kreczről pedig oldalra rúgják ki a vendégek, ismét Bajló próbálkozhat tehát, Babati veszi merre, aztán Bajló kérné vissza, Krecz kapja, ez szép játék, Bajló most adja be, de kifejelik a mosonmagyaróváriak, Bajló visszafejeli, ez viszont a kapusé, Tarci Pálé. És ha már kapus és mosonmagyaróvár, ugye Kostorják Zsolt, az ETA női csapatának korábbi vezetőedzője, a kapus edző mosonmagyaróváron, ugye azért is távozott innen Egerszegről, az ETFC Angels-től, akik hát nem szárnyalnak azóta, sőt, tehát kifejezetten gyengén szerepelnek.
Nem tudom, hogy ebben mennyi szerepe vannak, hogy már nem Kostolják Zsolt az edző, persze. Nyilván Jandovics Enő is nagyon jó munkát végez, azért a keret is meggyengült, de hát az kétségtelen, hogy Kostolják Zsolt fektette le Zalaegerszegen a női labdarúgás alapjait. Ezt szerintem mindenki elismeri itt Zalaegerszegen. Most jön majd Bajló bedobása, amely ellenfélhez kerül. Aztán Galambos Ádám cselezgetett, Deák pedig hátul veheti birtokba a labdát, átpasszolja a jobb szélre Koszó Balázsnak. MB2 szinten azért ő is egy nevesebb játékos. Zsirai Martin, aztán ismét Deák István, sokat van játékban Deák. Galambos befele indul meg. Aztán megpróbálják szépen végigvinni a támadást a mosonmagyaróváriak. A labda pedig kimegy, így Babati végezhet majd el bedobást, kifejelte a labdát a mosonmagyaróvári játékos. Mosszál befele Bajló bedobása, amelyet Gottfried kicsúsztat az oldalvonalon túlra. Így jöhet majd a mosonmagyaróváriak partdobása. Ugye a gólövőstelen már beszéltem, hogy Lovrencsics és Laki vezeti, Nagy István a Békés Csabában 8-al, a negyedik Tisztel Huskásból 9-szer, harmadik és még negyedik Paudics Patrik is a Csákvárból, Lencse és Fekete, 7 gólos, még Rajci 6, miközben Szaposra egy nagyon rossz passz, egy rossz kirúgás, amely kimegy az oldalon tűre. Spatovics betör a 16-oson belülre, megcsálja a cselt, és szögletet harcol ki. Nem sikerült végül is a cselt véghez vinnie. Ha bepasszolja, talán jobban járt volna így, csak egy szöglet lesz belőle. Az utolsó csel lett volna az, és akkor ott lett volna Szaponssal szemben. Hát jobban játszik eddig a mosonmagyaróvár. Többet támadnak nekünk. Egy komolyabb helyzetünk volt mindössze. Ezúttal is a bal oldalról szár be Galambos, szöglete Szappanos bennmarad, viszont ott még a labda a mosonmagyaróvári előtt, a lövés levágódik, les miatt hiába kerül a labda az Ete kapujába. Az ítélet szabadrugás kifele. Mindketten lesen voltak a mosonmagyaróvári közül, akik a labda fele mozogtak, így jogos az ítélet. Szappanos most egy újabb kirúgásra próbálkozhat, talán ez jobb lesz, mert Szappanos kirúgás eddig kifejezetten gyengék a meccsen. Hát ez most ezúttal az ellenfél fejelt el, miközben Bajlót rántják meg, és jöhet majd az Ete szabadrugása. Többen is a 16-oson belül próbálnak helyezkedni. Hát ha már nem megy a játék, akkor talán majd pontrugásokkal sikeresebbek lehetünk, emiatt is ívelheti majd föl Babati ezt a labdát ilyen céllal, ilyen szándékkal, gondolom én. És Beri Bence a leghátsó ember. Babati most íveli be a labdát, amelybe senki nem ér bele, és így kirúgás lesz belőle. Így Tarci kirúgását figyelhetjük majd a következő 10 másodpercen belül, a 36. percbe lépve 0-0-ás állásnál. A jobb szélre ki a labda, ahol sikerül is tovább tennie Bonernek, egy szerelés Bartossal szemben, bedobással jön majd a mosonmagyaróvár, amelyet már is elvégeztek Laki, jó helyre teszi csapattársának, Króner viszont ki tudja passzolni, ugyanis túl közel került egymáshoz a két mosonmagyaróvári játékos, így már nem tudtak pontosak lenni. Deutsch rúgja a labdát ki. Bedobása viszont talán történt egy szabálytalanság is, így majd jöhet a mosonmagyaróvár, ez egészen biztos. A játékvezető olyan egy asszisztenséhez, hogy megkérdezze, hogy mi a helyzet, de az biztos, hogy jöhet egy szabadrugással, egy szöglettel felülő szabadrugással a vendéggárda, ezúttal a jobb oldalról. Csató Sándor próbál instrukciókat adni játékosainak. A 37. percben ad ilyet a játékvezető, hogy el lehet végezni, száll be fel a labda, és végül is sikerül kicsúsztatni, vég sprintelhet a
labdáért, de ellenfelejönösebb helyzetben is Darázs el is viszi a labdát. Krunert is befűzi, beteszi középre, ott a helyzet, és ott a vezető gól vezet a Moson Magyaróvár. A gólszerző pedig, ha jól látom, akkor ki más lenne, mint aki, de ebben nem vagyok egészen biztos. Megérdemelten szerzi meg a játékép alapján a 37. percben a vezetést a vendéggárda. Örülhet tehát a fiatal vezetőedző király József. De nem is Laki, hanem a másik sakáros Matovics ezt a labdát, tehát bizonyos szempontból lényegtelen Matovics góljával 0-1 az állás. A bal szélen vég nem tudta megszerezni a labdát, Darázs pedig igen, elvitte vég mellett, illetve befűzte Krónert is, betudta a passzélabdát, ami először még szapparosról kipattant, menteni tudott, aztán már begyűjtött, vagy hát be tudta rúgni a kapuba a labdát a vendégek játékos, a csapatkapitánya Matovics. Króner vágja előre, a Moson Magyaróváriak ugye nem küzdenek, egész biztosan önbizalom hiánya, mondta vezetőedzőnk, hiszen az eredményeik remekek az elmúlt időben, hát ezek után pedig végképp nem fognak önbizalom hiányal küzdeni. Nem látszik javulás az Ete játékában az elmúlt két héthez képest, és hát most már vezet is a Moson Magyaróvár 39. percben lépve, viszont jár egy szabadrugás az Etének, amelyet Babati ívelhet be, forgács elől kifejelik, és be is gyűlti a szélen a 11-es számmal játszó Bartos Julián az ívelést le tudja fejelni csapattársának az Ete játékosa, száll az ívelés Jakab felede, megszerzik a Moson Magyaróvárjak is, próbálnak kontrázni is, befele viszi Galambos, aztán jól passzolja tovább, elvesztették most a Moson Magyaróvárjak, és Bedi próbál megrabonni, lő Bedi, de mintegy 5 méterrel, 4 méterrel mellérő, hát Bedi ugye lőtt nagy bombákat, de ez a lapos lövés, ez igencsak esélytelen volt, hogy kaput találjon. A Moson Magyaróvárjak pedig már is a jobb szélen passzolgatnak a kapus, illetve a jobb hátvéd Bóner a 39. perc végén, amikor 1-0-ra vezet a vendéggárda Matovics góljával, és ismét ők vannak támadásban, és ismét Matovics forgáccsal szemben. Visszafele fordul Matovics, aztán Cárral játszik, összeszáll, befelé a labda is, nincs les, a labda pedig nagyon veszélyes volt, aztán féltette kicsit a lábát a Moson Magyaróvári szappanos, jött volna, megszerezhette volna Bajló, viszont elvitte előre, de szerencsé nem pont oda passzolta a Moson Magyaróváriak elé, hanem sikerült tisztázni. A passzunk előre nem jó, ismét a Moson Magyaróváriak gyűjtik be a labdát, aztán Deák István ívelhet, ez viszont nem tűnik elsőre jónak, másodikra sem, másik blikre sem, így Dajcs Bence végezhet el bedobás. Bedit támadják meg vissza Dajcsnak, akit letámadnak, forgácsot is el kell rúgnia a labdát, ezt a Moson Magyaróvári Cár tudja kifejelni az oldalvonalon túlra a 40. perc végén 1-0-ás vendégvezetésnél. Az ívelést után nézzük, hogy kiszerzi meg a labdát, egyre úgy tűnik, hogy az Etések, azt a kérdés, hogy meddig sikerül megtartani, előnyszabályt mutat a játékvezetője, és történt egy kis szabálytalanság. Bajló a labdával Dajcs Bencének teszi át. Jakab a szélen, beadásra készül Jakab, viszont a labda nagyon rossz, már mint a beadás, így Tarci jöhet kirúgásra. Moson Magyaróvárjak becsületére mondva egyébként, hogy egyáltalán nem húzzák az időt legalábbis eddig. Szimpatikus csapat, és jól is játszanak, technikások, ügyesek, eddig jobbak, mint az Ete, és ennek meg is van az eredménye, ugyanis vezetnek. Ugye a tabellát nézve 31 pontjuk van, a Békés Csabát nem tudják megőzni, hiszen nyert a Békés Csaba is, a Kisvárdát sem, és ha nyernek, akkor hatodikak maradnak. Ezek szerint ez most már biztossá vált, az Ete viszont még jobban le szakadna a vendéggárda. Tovább tudják tenni a labdát a Moson Magyaróvárjak, a bedobás viszont a Zetének jár. Bajló Dávid kezében az. Bajló
készülődik bedobáshoz, és Gottfried mind a kezére pattant volna a játékos, hogy nem fújja le. Babati a labdával elveszik tőle, néha idegesítőek tényleg Bajló bedobásai, mert sokat is vár, nem is jók, és most pedig a mosómanőverek nagyon ügyesen támadnak szabálytalanság árán, se tudtuk eddig őket megállítani, most jár a szabad rúgás a vendégeknek. A 42. perc végén a labda Galambos Ádám lábán, aki íveléssel próbálkozik, és jó is a labda, nincs les, sikerül kifejelni az etéseknek. Bedobás következik, majd Arázsnak mondja a bal hátvéd, pontosabb, hát inkább bal szélső játszó Galambos, hogy jövök, majd végzem a bedobást, és ezt meg is teszi. Krónert próbálja meg átfűzni a mosonmagyaróvári játékos nevezetesen Laki, nem sikerül, kirúgta a labdát az alapvonalon túlra, így Szappanos jöhet kirúgással a 43. minutumban. 0-1-nél. Szappanos hívelése után a labdába Babati fejelbe, viszont a mosonmagyaróvári játékos szerzi meg, aztán kipattan róla, elesett, de nem történt szabálytalanság, Bajló elvégezte a bedobást, aztán visszakapja Bajló, elveszíti a labdát, a mosomajóvák a bal oldalon ismét támadásban, aztán középre játszanak, megpróbálnak elmenni a bal szélen, a labda pedig nem fog kimenni, Bedinek kell mennie, Darázs próbálja meg megtámadni Szappanost, aki ballal íveli előre ellenfélhez. A mosomajóváriak labda birtoklásban is kifejezetten nagy fölényben vannak, Cár ki a bal oldalra, Koszó Balázs, aztán Bóner, ismét Koszó, egy ívelés, forgács el tudja rugni, és a labdát Jakab gyűjti be. Jakab tanácsan kissé Bajlót választja, Bajló Babati játszan össze, megy Bajló, viszont erősebb helyzetben az ellenfél játékosa is meg is szerzi a labdát, amikor már csak egy perc van hátra az első fél időből. Hátra felpasszolják most a mosonmagyaróváriak. Deák a labdával. Aztán most egy ívelésről a mosonmagyaróvári részről nem tudják megtartani, aztán visszapattan hozzájuk, és kiteszik a jobb szélre. A labdát pedig kifejli Dajcs Bence, így Bóner Roland végezhet el bedobást, aki először kiejti a kezéből, aztán most már elvégzi. Nagyon üresen találják meg a mosonmagyaróvári játékosokat a bedobások. És el is tud menni a szélen, Bóner belövi középre, Bajló pedig elengedi, de a hosszú még begyűjtheti a mosonmagyaróvári játékos. Bajlóval szemben cselezget, aztán elesik, a bedobás a Zetének jár majd. Bajló fogja elvégezni, aki mondja, hogy mutatja, hogy nem tudja kinek dobni. Lassan lepereg az első félidő. A mosonmagyaróváriak pedig a Zete térfelén, egy perc lesz a ráadás. Kirúgják az etések a labdát. Nem, bocsánat, a mosonmagyaróváriakról ment ki. Nem, első én láttam jól, csak Bajló megtévesztett és megfogta a labdát. A játékvezetőt nem sikerült megtévesztenie. A labda Galambos Ádám kezében, az egy perces hosszabbításból mintegy 20 másodperc már el is ment. Cselezget a mosonmagyaróvári játékos, és most a bedobás joga immáron az etéjé. Babati hagyja Bajlónak. Mintegy fél perc lehet már csak az első fél hosszabbításával, a bedobás Kretz tovább csúsztatná, de visszakerül a mosonmagyaróváriakhoz. A labda pedig végül is Gottfriednél köt ki, akinek a passza rossz, és másodjára is sikertelen. Ide-oda pattog, Kretz, vagyis Gottfried sem tudja birtokba venni. Gottfried indulna meg, és könnyen választják el a labdától, a játékvezető pedig lefújja az első félidőt. Hát sokkal jobban játszik a mosonmagyaróvár labdabirtoklásban, és jobbak vezetnek is, és akár többen is vezethetnének. Ugye Csató Sándor arról beszélt a
mérkőzés, hogy rosszul zártuk az ősz idényt, nagyon nehéz meccs vár ránk, megvannak a gondjaink, továbbra is sokat sérült, az MTL viszont már összeállt, stabil a kezdőcsapata, biztosan nem lesz az ellenfélek önbizalom hiánya. Az ősszedig nem kaptunk ki kétszer egymás után, hát ki kell javítanunk, nyerni kell, nem kétséges, nem szeretnénk elveszíteni a megítésünket, hiszen egész ősszel élcsapatként tekintettek ránk. Nos hát, szűkne egy óra múlva folytatódik a mérkőzés a másik félidővel, de hát ha nem változtat az ETA, akkor nem sok jóval kecsegtet ez, és nagy kell lenne, ha harmadszor is kikapnánk sorozatba, és nagyon hátra csúszhatnánk. Hát hogy mennyire? Erről is beszélek majd, amikor visszajövök, bő 10 perc múlva. Maradjanak velünk a viszonthallásra addig is.
Üdvözlök mindenkit, ez lesz az utolsó félidő, amit élőben hallgathatnak meg az etrc.lernod.hu közvetítésével. 2016-ban karácsonyi zene szól a szünetben, mint például a háttérben hallható szám, vagy a Last Christmas is hallható volt, tehát a gondoskodtak az illetékesek arról, hogy egy kis karácsonyi hangulatot, feelinget varázsoljanak ide a Zete arénába. Hát egy kicsit melegebb nem ártana, azért nem fogunk, nem lesz melegünk, az biztos, de azért kibírjuk. Hát a játékosok nem tudom mennyire fáznak a pályán, csak nem, hogy nagyon megfázzon a Zete, mert ugyanis 1-0 vezet a Mosonmagyaróvár szünetben, és hát az első fél idő alapján nem nagyon gondolom, hogy változik ez. Persze mindez az első fél idő alapján és a szünetben nagyot változhat minden, de az első fél időben jóval jobban játszott a Mosonmagyaróvár. Itt hívom fel figyelmüket a stadion átalakított kissé megújult Zete stadionról szóló írásunkra, amelyet pénteki dátumon olvashatnak az etrc.webnode.hu-n, illetve képgalériánkra, amely ilyen többek között a Zete új öltözőjét, illetve a vendégcsapat új öltözőjét is megtekintetik, ezeket majd januártól veszik használatba, valamint az osztályozásunkra, amely ez a mérkőzés után is meg lesz, ez az is az éve utoljára, illetve visszapillantó rovatunkra, amelyben a következő másfél hétben majd visszatekintünk erre a mögöttünk hagyott fél évre. Támad a Mosonmagyaróvár, szünetben csere nem volt, Szár teszi tovább a labdát, aztán lefordulna a Mosonmagyaróvári játékos, nagyon fáj neki, nevezetesen Laki Balázsnak. Mint egy 30-40 méterről járó egy szabadrugás, amely mögé Szár áll oda, és ő az, aki egyedül ott marad, be fogja majd ívelni minden bizony a labdát, és helyezkednek a 16-oson belül a vendégek. Száll be fel a labda, és nem tűnik rossznak, felpattan, aztán Babatinak ki kell rúgnia, de olyan messzire nem tudta Szár rágyorsít, Szár még mindig egyelőre nem lő, kiteszi a szélre, inkább szállabadás Koszótól, de rossz helyre rúgja az Zete játékosa, és fölé ment a lövés. A 11-es számú Bartos Julián próbálkozott, de elvétett a jobb felső sarkot jó egy méterrel. Szapos azért ezt láthatta, hogy nem fog kaput találni. Szaponos Péter pedig most végzi el a kirúgást, amelyet el tudnak fejelni a mosonmagyaróváriak. Krec pedig elmenne a jobb szélen, tisztáznak előre bedobásra a mosonmagyaróváriak, akiknél, ha jól látom, valaki már intenzívebben is melegít, tehát lehet, hogy lassan, hogy ők is változtatnak, persze egyre semmi okuk nincs erre. Deutsch kissé száma szokatlan helyen középen tűnik fel, aztán ki a passz a szélre, és Deutsch helyén megindulhatnak a mosonmagyaróváriak egy indítás, Laki, de Kroner legjobb helyzetben, és Kroner jól fedezi a labdát, Laki széttárja a kezét, de hát Kroner testi erőt alkalmazva tudta csak, tehát Kroner csak testi erőt alkalmazott, Laki túlzásan azt mondja, hogy ellökte. Most viszont egy kiugratás, Szaporos nem jön ki, és Laki betölt a 16-oson belül, azért már az etések is visszaérnek egy átívelt labda a túloldalra, amelyet visszakanalaznak a mosonmagyaróváriak, aztán ott pattog a labda a 16-oson belül, még mindig középre beívelik, és sikerül kibólintani, méghozzá szögletre, hát nagyon nehéz perceket él át most az Zete itt a másik félidő elején, most kétszer is helyzetbe került a Mosonmagyaróvár. És jobb oldali szöglettel jönnek, ez lesz az első a második félidőben. Most száll majd befele a labda, a fejes az a Zetésektől érkezik, ugyanis sikerül kibólintani, és most pedig már a másik oldalról száll be fel a labda, ez nem tűnik jónak, viszont nem szögletre, vagy nem kirúgás lesz belőle, csak berobás. Babati hagyja Deutsch Bencének, hogy végezze. Ő a 49. percben 0-1-es állással, amikor is Somotovics góljával vezet a vendéggárda.
Gottfried szépen tette magáré a labdát, csak hogy tudják szerelni. Aztán Babati még tovább menne, de megszerzik a labdát a mosomlyóval, egész szép passzokkal, nem elrúgva, meg is tudják tartani. Deutsch tovább tudja tenni Beri Bencének, átrugná Beri a túloldalra, és már is rágyorsítanak a mosomlyóvárjak, akiknek a kinyíló zetével szemben megvan a lehetőség a kontrázásra. Most egy bátor próbálkozás volt, jó 30 méterről laposan, kicsit kínáló szapros megpróbálta becsapni egy lapos lövéssel a mosomlyóvári játékos, de nem volt ez sikeres, hiszen nem is talált kaput. Jakab közben most egy szép cselelvétet észre magát, majd kiteszi a jobb oldalra a labdát Babati Beny, pontosabban Bajló Dávidnak, aztán Bedi, sok B betűs ezetében, ezúttal egy D betűs Deutsch, a bal oldalon aztán Jakab, és még jó, hogy lefújja a játékvezető, ezek szerint szabálytalanul vették el tőle, ha nem fújta volna, akkor 2-2-be jöttek volna a vendégek, de hát jó volt az ítélet. Babati Benjamin pedig felével majd egy szabadrugást, megy Forgács is fejelni. Babati Forgács fele ível, de kifejelik a mosomlyóváriak vissza az etésekhez. Aztán egy újabb beadás, Gottfried, a 16-oson belül Babati lő, és kivágódik a lövés, az első valamire való próbálkozás. Viszont most Babati mellett elviszik a labdát, és középen teljesen üresen a mosomlyóvári játékos 3-2-ben támadhatnak, és Laki talán túl sokat várt, így van. Még mindig előtte marad a labda, de elveszett a lehetőség, hiszen nagy helyzetbe kerülhettek volna. 3-2-ben voltak, de későn passzolt Laki. Most viszont továbbra is a mosomlyóvárnál a labda, kiteszik a szélre a bal oldalra, Kretszet befűzik, aztán még egy zet, és tudatosan belül, belövik középre, és ott a második. Megetette az egész zete védelmét a mosomlyóvári játékos, aki bepasszolt a középre, és ha jól látom, akkor a 11-es számú Bartos Julián szerzi a gólt. 2-0 a mosomlyóvári vár a mérkőzés állása. A zete egész jobboldali védelmét megbontott egyetlen játékos, aki sajnos nekem nagyon takarásban volt, és nem láttam, hogy ki volt ő, de hát nagyon nagy szerepe volt ebben a gólban. Laki pedig az előbb nem indított, most végül is nem bánhatja ezt, hiszen náluk maradt a labda, kijátszották, és a középre belült labdát pedig be tudta ott az etevédők mellett tenni a labdát a kapuba, az 52. percben Bartos Julián. Tehát Bartos egy bal oldalról belőtt labdát lő a kapuba. Ezzel 0-2, egy ívelés, de a része, amit kifejelnek a mosonmagyaróváriak, és Czár teszi hátra, aztán továbbra is ők támadnak, és megint, hát ha nem is létszámfölényben, és Krónának nagyon kell figyelni, de ezúttal nem tudták mert elvinni, csak most ismét a bal oldalon támad a mosonmagyaróvár, betolják ott az Ete játékos a Kretsz mellett, aztán megszerzi a labdát az Ete Bajló, a játékvezetőről pattan föl, és így helyzetbe kerülhet ezzel a zicserben van a mosomlyóvár, Szappanos kivédi, ott a kipattanó, Bartos belövi, 3-0. Az a játékvezető is benne volt ebbe azért, hiszen róla pattan föl a labda, de Bartos duplájával, amely 2 percen belül történt, talán el is dől a mérkőzés. Tehát az 53. percben, az 52. után ismét betalál Bartos. Szappanos még kivédte az ittszert a kipaton, viszont Bartos belőtte, hiába tudott abba is bekapni Szappanos. Ezzel 0-3. Kár volt, és hiszen pont labdát szerzett az Ete, viszont a passz elakadt a játékvezető testén, felpattant, és ezzel kerülhetett zicserbe a mosomlyóvár, amely ugye még kimaradt, de a kipattanót értékesítették, ezzel már 0-3 az állás, Smatovics és Bartos 2 góljával. Hát
nyilván, hogy dühösek a játékvezetőre, mind az egerszegi szurkolók, mind a játékosok. Forgácsi szóvá tette ezzel, nagyon nem reklamálhatott, hiszen már van egy lapja. Most ő passzolja nagyon csúnyán a labdát, Smatovics tovább, Cár tovább teszi, már ismét a 16-osunkon belül a mosonmagyaróváriak. Bajló nem tud egyelőre szerelni, aztán egy sarkazás, odaadják a labdát az etéseknek. Megindulna vég, aztán elpasszolja a labdát, Gottfried nem ott várta. És hát gyakorlatilag örömfocit mutat be a mosonmagyaróvár, nagyon felszabadultan tudnak játszani előnyük birtokában, meg főleg most is eladják a labdát az etések, még szerencse, hogy nem tudta átvenni azt a mosonmagyaróvári játékos dobás következik majd. Hát egyértelműen a játékvezető nem szándékosan akarta volna, és nem tudta volna elvenni így a labdát az etétől, de hát nyilván dühítő ilyenkor mindez. Bajló bedobása a jobb oldalon, aztán visszakerül hozzá a labda, elmegy a szélen Bajló, száll be fel a labda, és ki tudja vágni azt a hatos számú Deák István. Jakab lő fölé. És már is csere lesz az eténél. Szekeres Szabolcs most jelzi ezt, ha jól látom, akkor Szundász jön majd a pályára. Meglátjuk. Minden esetre egyelőre nagy csalódás ez a mérkőzés. Az előre ívelést után a labda az etéjé lesz. A szabadrugás pedig már is elvégezték játékosaink. Forgács áttetné Dajcsnak a bal szélre. Forgács visszacselt, csinál, aztán visszapasszol Jakabnak. A labda átkerül a jobb szélre. 0-3-as állásnál az 57. percbe lépve Jakab, egy ívelés Dajcsnak, és Bedi fordulhat most rá, hát teszi kicsit jobbra föllépő csapattársa Krónernek, aki nagyon csúnyán elpasszolja a labdát, indítanak a mosonmagyarul, Krónervel szemben pedig Laki, aki ma még nem lőtt gólt, és nem is fog legalábbis egyelőre, ugyanis a cselét, amivel Zicserbe hozta volna magát, meg tudja akadályozni, le tudja szerelni őt Forgács, hát fontos volt ez, hogy esetleg ne legyen már négy közte, nagy mentés volt ez Forgács Andrástól. Ugye a Kisvárda nyert 3-0-ra az Etes stadionban, eddig a bajnokságban, ugye ott már fél időben 0-3 volt az állás, hiszen Tarcia rárontó véget egy könnyű csellel küldi el, és íveli előre a labdát, amely Forgács Andrásnál köt ki. Forgássán rá is ívelhette volna, legalábbis a lelátói hangokból erre lehet következtetni, de hát nem vette észre talán, hogy Tarci kicsit lassan tért vissza a kapjában, miközben Gottfried kilépne Zitzerben, de a hátvéd mielőtt lőne, el tudja rúgni a labdát, és most fog cserélni a Zete. A pályára érkezik Szundász Anatolis Alexis, és lejön majd Vég Gábor. Ugye most három fiatalkorú is a kezdőben kapott helyet, így le lehetett hozni Véget. Ez volt Csató Sándor második cseréje. Jakab, egy szép passz Kretznek. Dajcs száll be fel a labda, ki tudják fejelni a mosonmagyaróváriak. Jakab most lőhet, lő és kivéri a lövést az ellenfél kapusa, és szögletre tudnak tisztázni az egerszegiek. Jakab, ez egy szép bomba volt, viszont Tarci hatástalanítani tudta. Most baloldali szöglet következett, mert Babati Benjamin ívelhet be. Száll be fel a labda, a fejes, nem sikerül, aztán Forgácshoz kerül, aki cselezni próbál, aztán ebben megakad, visszaadja Szundászhoz, aki telibe lövi ellenfejt, aztán mégis visszapatta hozzá ki Forgácshoz, aki megpróbálná belőni, hát eléggé gyenge szögből, eléggé rossz szögből végül is szög lehet lesz, és még egy, beleért egy
Jóvári játékos is, ezúttal Balbati a jobb oldalról próbálkozhat, és a játékvezető pedig sípol, és próbál rendet teremteni, hogy ne lögdösüljenek, rángassák egymást az ellenfél játékosai. Babati tehát neki készül a jobb szélről, nem ez az első, már sokadik, szögletet. Deutsch tudott ezúttal fejelni jó 10 méterről, de 4 méterrel a jobb kapufa mellett hagyta el a fejes a játékteret. Meglepő, hogy ezetel jóval gyengébben, vagyis hát, hogy gyengében szerepel a hazai pályán, mint idegenbe eddig a bajnokságban. Ez egyáltalán nem volt jellemző a csapatra az elmúlt szezonokban. Persze örülünk annak, hogy idegenbe sikerült előrelépni, de hát a hazai meccsek, vereségek különösen fájuk, miközben Deutsch lesen, a játékvezető pedig így az asszisztens jelzésére szabad rúgást ítél, közvetett szabad rúgást a Mosonmagyaróvárnak. Tarci végzi el ezt a pontrúgást, aztán tovább passzolja a hatos számú Deák Istvánnak, a bal oldalon támad a Mosonmagyaróvár. Most a harmadik gól óta volt most ez a Jakab lövés, illetve Jakabnak volt még egy próbálkozása, de hát nem lehet azt mondani, hogy beszorítanánk az ellenfelet, és nem látszik az, hogy bármi változás is lehetne majd. Miközben most Koszó nagyon szépen elviszi háromzeti játékos mellett a labdát, és mikor Zicserbe kerülne a két gólos Bartos, akkor a játékvezető Lesen megállítja az akciót, hiszen már Koszó ívelés után Lesen kapta a labdát a Mosonmagyaróvári játékos, jezetem végezhetett el szabadrúgás. Meg lesz Csató Sándor utolsó cseréje is. Nézem, hogy kiállhat be. Jól látom, akkor Ágoston Donát érkezhet majd a pályára. Gondolom, hogy akkor majd vagy Kretz, vagy Gottfried jön le. Forgács. Kretz, passza rossz, megszerzik a Mosonmagyaróvárják, de csak időlegesen visszakerül a Zetéhez, Jakab, Babati a bal oldalon, visszafele cselez, egy szép játék, Kretz a tizatoson belül, és szerelni tudják Kretzet, szöglet lesz, hiába mutatják a cserék Mosonmagyaróvári részről, hogy kirúgás, mégiscsak szöglet lesz, és a játékvezető döntése szent és értetlen. Ágoston gyerője nem jön, hiába a játékvezető már engedélyezte volna. Ezt a szögletet még megvárják az egerszegiek. Most áll be Babati labdája, lehetett volna fejelni, és még mindig ott a labda, és mellé száll a lövés, Jakab lövése. Nagyon veszélyesnek tűnt, aztán mégis pár méterre mellé szállt. Pedig első tűnt, hogy akár be is akadhat. Most jön az utolsó csere Zete részről, a Mosonmagyaróvárnak még egy se volt. 18-23, tehát Gottfried helyére érkezik Ágoston. Tehát Gottfried Ágoston csere a 63. percben. A Szapponoshoz kerül hátra a labda, aki előre ível Deutsch Bencének. Ez egy jó ívelés volt Szapponos részéről a 63. percben 0-3-nál. Elveszíti a labdát a Zete, aztán Kretz még harcos és vissza szerzi. Egy becsúszó szájtszer Smatovics megszerzi azt Babatti elől, aztán végül is Deutsch nem tudja megszerezni. Smatovics megindulna. Megy a Mosonmagyaróvári játékos, egy előnyszabályt alkalmaz Bartos. Látja, hogy kicsit gyorsan nála Ágoston, így nem szaporázza annyira. Most visszaértek már az egerszegiek. Volt egy szabálytalan, hogy előnyszabályt adott a játékvezető. A 17-es Galambos a szélen most elpasszolgatnak ott a bal oldalon, aztán visszajátszanak a félpályához. Továbbra is szimpatikusan játszik a Mosonmagyaróvár. És hát még nagyobb a fölénye, mint ugye nyáron. Engem már személy szerint akkor is megleptek, amikor legyőzték az Etét, nem csak az előnyem, a játékukkal is. Sokan írták, mondták az a meccs után, hogy simán le kellett volna győzni az Etének. Azt a
Mosonmagyaróvár, tehát szerintem jól játszottak ott is, de a mai Mosonmagyaróvár mindenképpen jó. Érdekes, hogy azután a meccs után hosszú-hosszú fordulókon keresztül nem tudtak nyerni, most viszont újra. És egy kiugratás, Szappanos jól lép ki, és Laki elő az utolsó pillanatban a labdát el tudja rúgni, hát nagy szerencse, hogy esetleg nem lesz még tömált, azért az már tényleg nagyon sok lenne, ha négy lenne közte. És bármi rossz hangzik, még akár ez is benne lehet, legalábbis a játék képe alapján. A bal oldalról jöhet majd a mosonmagyaróvári bal hátvéd berobása, a játékvezető jelet is ad ennek elvégzésére, és az etések megszerzik azt, Ágostonnál a labda, aztán Króner majd Forgács a labdával, Forgács Dajcsnak rúgja ki a bal oldalra, vissza Forgácshoz. Króner ki a bal szélre, Sundászhoz. És hát talán majd hamarosan tudok mondani olyat is, hogy mi lesz akkor, hogyha így marad, és az Ete veszít, hanyadik helyen lesz akkor a forduló után. Hát az, hogy visszacsúszik valamennyit, az szerintem biztos, és főleg úgy, hogy ugye miközben egy előreívelés, és Szappanos mellé elveszi le szépen, tehát főleg a pontszámban lesz ismét lemaradás, hiszen az előttünk lévők közül, ha nem is mindenki, például Békés Csaba nyer, és már nem csak 3 pont lesz az előnye, hanem 6, az is az élenállókhoz képes is jelentősen változik a különbség a pontszámban. Jakab kiugratása sikertelen Dajcs fele, Smatovic Jakabot támadja, aztán Ágostonhoz passzol, Ágoston passza jó, Dajcs, Ágoston elengedi, Bedi ki a jobb szélre Sundásznak, Sundász cselezgetne, aztán elveszíti a labdát, Sundász időlegesen, aztán visszaszerzi, és Ágostonnak passzol, de Ágoston kicsit féltette a lábát, és így nem volt egy magabiztos, a mosonmagyaróváriak pedig elhozzák a labdát, és már a jobb oldalra passzolják ki, zárkózik vissza az Ete védelme, Bartos a jobb szélen, Cár ismét Bartos, Krecz nem engedi, hogy elmenjen Bartos, és testérőben győzi le a játékosát a mosonmagyaróvárnak, a labda pedig kirúgásra pattan ki. A jobb oldalon Sundász veszi birtokba a labdát a kirúgás elvégzése után, és a középpályán pedig már Bedi az, aki tovább teszi Krecz Bálinnak, Dajcs is zárkózik, de nem ő kapja, hanem Babati, aki néző, kinek lehetne tenni, de az első ember laposan eltalálja a tömegből Jakab. Volt középen, de hát nem sikerült őt megjátszani, Cár pedig nem siet, hiszen látja, hogy nincsenek sokan elő, esetleg Bartos volt még a jobb szélen, aki indult volna, de hát nem volt hova sietnie a mosonmagyaróváriaknak, akik most előre rúgják a labdát az őket megtámadó Jakab elől, a labda pedig kimegy az oldalvonalon túlra, és a jobb szélen támadhat most az Eta a berobás után, száll be fel a labda, Tarci pedig lehúzza. Tarciról nem lehet mondani, hogy olyan magas kapus lenne, de eddig rendkívül magabiztos. Laki, Forgács megszerzi tőle a labdát, aztán elveszti Forgács, vissza pattan végül is, és Tarcinál köt ki. Ugye Laki Balázs 11 gólos, tavaly 17-et rugott az MB3 nyugati csoportjában a Mosonmagyaróvár színeiben. Lehet mondani, hogy mindenképpen már nem is rövid ideje jó formában van a 31 esztendős csatár. Jakab támadja az ellenfelét, akit kilöki. Bartos, vagy pontosabban Smatovic nagyon dühös Jakabra. Hát végül is egyértelmű, hogy ki tudja majd engedni Bartos. Bocsánat. Tehát Smatovic viszont Jakab düböl ment és föllökte. Lap nem járt érte. És a 4 nyeretlen meccsel fejezheti be az Ete az őszt, ha minden így marad, és nagyon úgy néz ki, hogy így marad, hiszen már a 69. percben járunk 0-3-nál. Tarci kirúgása jó, aztán Krecz megszerzi a labdát,
ugye Patvaros is hiányzik, Hegedűs is hiányzik, ugye Nagy Tamást korán le kell cserélni, Bobál és Daru is sérült, Bobati menne el, viszont a berobás a Moson-Magyaróváré. Hát a szerény számú közönség is nagyon tudja már, hogy mit csináljon, kritizáljon, vagy haragudjon a játékvezetőre a harmadik gólért, vagy szurkoljon, hát utóbbiról nem nagyon van szó eddig a mai mérkőzésen, és hát nem hiszem, hogy lesz egyáltalán. Bobati felé ment volna a labda, amely Tarci kezében kötött volna ki biztosan, de beleért az egyik védő fejjel, így talán kicsit megzavarta Tarcit, aki azért így is maga biztosan fogadta meg a labdát. Most viszont majdnem ki vitte szögletre, aztán amikor megtámadták, jó helyre is ívelt. A Moson-Magyaróvár 30-19-es gólánnyal rendelkezett a fordulót, ez most már 30-19-es, ott az ittszer, Bartos, és nem tudja megcsinálni, a Mester 3-as szöglet lesz. Ismét zicserbe került a Moson-Magyaróvári játékos. Jasalevics érkezik a pályára, tehát támadó poszton cserél a vendéggárda az ötös számú Zsirai Martin helyére. Ez az első cseréje Király Józsefnek, tehát Zsirai nem volt olyan sokat játékban, de tette a dolgát. Meglátjuk, hogy Jasalevics a zetenevelés mennyit tud majd hozzátenni a 71. percben. Mindez, amikor már jön a szöglet, sikerül kirúgni, de ott a kipattanó, amelyet fölé rúgnak, még a labdafúgó hálón túlra rúgnak a Moson-Magyaróváriak. Ebből tehát nem alakult ki veszély. Szappanos pedig kicsit előbb hozza a labdát a kirúgáshoz. Csató Sándor kicsit tehetetlenül nézi, hogy ő már nem cserélhet. Hát nagyon nincs is esély már arra, hogy ez a te akár pontot szerezzen. Nehéz a dolga a vezetőedzőnek. A sérülések is nehezítik a helyzetét, de hát elmondta, hogy minden körülményt félretéve nyerni kell. És ugye hát beszéltünk, írtunk mi is a nagy télelei hadjáratról, még 3 mérkőzéssel ezelőtt, miszerint ha az Zete megnyeri a hátrevő 3 meccsét, vagy mondjuk legalább 2-t és 1 döntetlen, akkor nagyon jó esélye van arra, hogy a dobogón teleljen. Hát a nagy télelei hadjáratból nem lett semmi, mert jelen lesz szerint 3-3 verességgel fejezi be ezt az Zete, és nem vagy a dobogó, de hát még mondjuk az 5., 6. hely is tisztes távolságba kerül. Támadnak a Moson-Magyaróváriak, Laki várja középen a labdát, Forgács pedig kitessékeli, Króner rúgja előre, Kretz mellé feje, Jakab tudja levenni, és a jobb oldalon próbál meg elmenni. Hát ebbe a 3 sikertelen meccsbe, mert mondjuk akkor ne vegyük bele a Csákvár ellenit, miközben Ágoston passza rossz. Tehát ebbe a 3 meccsbe beékelődött még a Balmazújvári bravúra kupában a továbbjutás, az azért pozitívum, és talán majd a felkészülés is segíti az, hogy az Újpest ellen tétmérkőzés keretében mérkőzhetnek majd Csató Sándor játékosai, de hát azért szerintem inkább vezetőedzőnk is a bajnoki győzelmeket választotta volna. Ágoston, Bedi, Bence, labdavesztés jár a szabadrúgás, és Jakabot buktatták. Szűk 30 méterre a kaputól jöhet majd az Zete szabadrúgása. Január 11-én a Hévíz elleni felkészülési mérkőzéssel kezdődik majd az edzőmeccsek programja, az Zete szempontjából 5-én kezdődik egyébként a felkészülés. A Moriborral, a Lipóti edzőtáborsán, a Komárnóval, a Győrrel, az NK Zágrebbel, a Lokomotív Zágrebbel és az Újpesttel játszik a Zete majd a felkészülés alatt, ugye az Újpestit is még bevetjük ebbe, annak ennyi az már tétemes lesz. Február 19-én Siófokon kezdődik majd a szezon, tervény szerint onnan is közvetítünk majd. Jakab most szabadrugás végezett, de kilövi a sorfalat. És hát ebből a szabadrugásból sem igazán lett semmi, lehet, hogy jobb lett volna beadni, persze utólag mindig könnyű okosnak lenni. Kretz, egy ívelés,
sikerül a labdát kifejelni, Króner pedig kapásból lőtte dropliból a labdát, de mellé ment, ez nem volt egy rossz próbálkozás, hiszen nem volt könnyű dolga a Krónának, és ahhoz képest nem is lőtt olyan rosszul, kicsit eltörte, de hát ezt elnézzük neki. Bátor volt, hogy elvállalta, és ez így van jól. Tarci, egy ívelés, Krec, Lesen, a mosonmagyaróvári, Laki, így jöhet az Ete szabadrúgással. Beri a középpálya nem támadja senkit, hozhatja fel, aztán elpasszolja a labdát. Most már azért a mosonmagyaróvári sem sietnek, igazán járatják a labdát, ha úgy van, akkor kialakítják a helyzeteket, de hát mindjárt befejezem ezt a gondolatmenetet, hogyha végig megy a támadás, hiszen most is a vendégek támadnak, tehát Cár teszi ki a szélre, a bal szélre, aztán ott egy lökés, nem történt szabálytalanság, így most háromba jönne az Ete elsőt, már 4-4, de a passz nem jó, Ágostonnak ment volna, de ki tudják vágni a mosonmagyaróváriak. Befejezem az előző gondolatmenetet. Az az érdekes, hogy az elméletileg jobb képességekből álló Zete, és mindig ezzel szoktunk példálózni, úgymond, hogy papíron nyerni kell, mert jobb képességekből áll az Zete, mint mondjuk jó néhány ellenfél. Kirúgás következik majd. Jakab reklamál egy kicsit. Most szerintem ő is majd a játékvezetőn megkapja a feddést. Egy sárga lapot azért nem. Tehát mindig ezt szoktuk mondani, hogy jobb képességben áll az Ete, de hogyha megnézi valaki ezt a mérkőzést, és nem tudja, hogy melyik a kékemez már játszó csapat, és melyik a sárga van, miközben Jakab is elkönyvelhet magának egy sárgát, nem adta oda a labdát, húzta az időt, még reklamált is, jogosan sárgul be, teljesen feleslegesen hozzáteszem. Tehát, hogyha valaki nem tudja, hogy melyik a fehér és melyik a kékhez van játszó csapat, akkor lehet, hogy jó eséllyel azt mondja, hogy ez Zete a mosonmagyaróvár, hiszen jóval technikásabbnak tűnnek, jóval pontosabban passzolnak, jóval több összjátékot, tudatosságot lehet felfedezni, technikásabbnak is tűnnek, a kényszerítőik, a háromszögréseik sikeresebbek, miközben Deutsch tenni vissza a labdát, de Ágoston elől megszerzik és kontrázhat most a mosonmagyaróvár. Tehát a játék minden elmében talán lehet mondani, hogy felülmúlja Király József gárdája Csató Sándorét. Már csak ezért is nagy csalódás mindez, amit látunk. Mert hát akár ki akarjuk, akár nem mondani. Összegezve a mérkőzés, és semlegesként nézze, kétség sem félhet ahhoz, hogy a mosonmagyaróvár jobban játszott, jobb csapat benyomását keltette. Szándékosan nem mondom azt, hogy jobb csapat, és hát megérdemelten fogja megnyerni ezt a meccset a 78. percben. Hát jó lenne, ha elkiabálnám, de sok esélyt nem látok erre. Smatovic és Laki passzolgatnak, teljesen pontosan. Bartos belövi középre, ott van még a helyzet, és a mosonmagyaróvári játékos elesik, nincs 11-es, hiába esett nagyot és kiáltott nagyot. Összecsúsztak ott, de hát a játékvezető szerintem főleg azután, hogy itt a harmadik gól előtt róla pattant oda a labda a mosonmagyaróváriakhoz, nem nagyon fog itt 11-esbe fogni a mosonmagyaróvárnak, nincs is erre szükségük, miközben Jakab, és hát elügyetlenkedte, még utána is nyúlt az ellenfejnek, jó, hogy ez nem esett el, mert akkor akár a kiállítás sorsára is jutatott volna Jakab, aki néha azért képes felültlenségekre. Cselezgetett, és gúnyosan szól a szép volt fiúk a lelátóról. Egy-egy zetecső után olléznak az hazai szurkolók. Hát, most nem mondom azt, hogy megértem őket, de nagy csalódás lett. Nekik ez nem ehhez szoktak. Tarci hátul a labdával, és előre íveli. Darázs elől Forgács Feriel, egész pontosan Beri Bence testére, aki viszont birtokba tudja venni a labdát, és előre is indul. Babati szelelcselez, jár a szabadrúgás, ugyanis buktatták.
hazai pályán 2 ponttal szerzett többet az Ete, mint idegenben ezen az ősz folyamán. 5 győzelem, 1 vereség és 3 döntetlen az őszi mérleg. Most itt lesz a 4., míg az Alegerszektor távol 3 sikere, mert 5 döntetlen és 2 vereség. Ugye a Mosomogyová és a Kozám is jelent Babati szabadrugását, az első álló ember ki tudja rugni, nagyon gyenge volt. Krec pedig egy szép esernyőcsere Babatihoz teszi a labdát. Babati, Jakab cselezget, aztán tovább tudja tenni, Forgács most ott van helyzetben, de rosszul passzolja vissza a labdát Krónernek. Támad a Mosonmagyaróvár, jár a szabadrúgás, reklamálnak az egerszegiek, Dajcs is kap egy sárgát. Ezzel kijátsza magát szerintem a következő meccsről, jól emlékszem, neki már 4 volt, még el is megy. Leföltözvágta a labdát, miután játékvezető szabadrúgást ítélt, egyébként jogosan a Mosonmagyaróvárnak a 80. percben. Forgács, Gottfried, Jakab és Dajcs a sárgások. Ezek közül egyedül Forgácsi volt kezezése, a többi mind fegyelmezetlenségért. És ugye, még a közvetítésben nem hangzott el, akik olvasták cikkünket, azok kébe lehetnek, hogy Villám Balázs szabadlistára teszi várhatóan az Ette, ugyan azaz, ha valaki szeretné, akkor elviheti. Nincsenek vele megelégedve a fegyelmezetlenségei miatt sem, ugye már 2 rajtották ki, most kapott egy 2 meccses eltiltást, tehát jó, bőven elképzelhető, hogy tavasztól már nemzete mezben játszik, és hát a fegyelmezetlenségei mellett talán a teljesítménye sem volt egyensúlyban azzal, amit elvártak tőle. Fegyelmezetlenség azért nem csak rá jellemző, hanem még egy-két játékosra is az Etéből, de lehet, hogy ők a jobb teljesítmény miatt maradhatnak, mondjuk, aztán meglátjuk, hogy esetleg mekkora változások lesznek, mert hát ugye nem nagyon terveztek változásokat az Eténél, de most látva ezt az utolsó 3 meccset, lehet, hogy lesznek igazolások, vagy éppen távozók. Babati a szélen, vissza Jakabnak, aki cselezget. Hol nézik a közönség? Ágoston, Jakab elesik. Dajcs, pontosabban Forgács kiteszi a szélre Szundasz Anatolis Alexisnek. Króner, Forgács kéri a labdát, hogy indul. Még be is gyűjti a bal oldalon a 82. percben. A játékvezető pedig Zete berobást ítél, de előbb egy cserét. Kószás Krisztián érkezik a 82. percben a vendéggárdába. Méghozzá nézzük is, hogy ki helyett a 27-es számú Galambos Ádám helyett. Hát benne volt a meccsbe, akár az is, hogy megszerezheti a 4-et a Mosonmagyaróvár, lehet, hogy ezt végül sikerül elkerülni az Etének. Ja, de talán nem túlzok azzal, hogy azt mondom, hogy ez a legkiábrándítóbb és a leginkább csodást okozó mérkőzés ebben a szezonban. Hiszen az, hogy kikaptunk a Mosonmagyaróvár ellen mondjuk az első fordulóban, vagy Kozár Mislenybe egy meccsen, az talán még elképzelhető volt. Meg a Kisvárda elleni hazai 0-3 is, ami azért kicsit mélyütéssel ért fel, de hát mondhatjuk, hogy ott egy jobb képességű csapat és egy erősebb csapat, összeszokottabb csapat győzött le minket. De most a Mosonmagyaróvár bemutatja a példáját annak, hogy egy olyan csapat is, akit talán nem tartanak olyan sokra a bajnokság előtt, hova tud eljutni. És újabb csere lesz. Maier is kap 7 percet. Maier Milárról van szó. És a 10-es számú Darás Péter jön le. Ez tehát a mérkőzés utolsó cseréje. Darás jön le. Darás Péter és Maier a helyén a 84. percben. Kihasználta tehát Király József utolsó
csere lehetőségét is. Egy ívelézett része, ami rossz, megszerzik a mosonmagyaróváriak, aztán Bajló rágyorsít, és néző, kinek lehetné tenni, Jakabnak teszi, aki lövő, és Tarci lekapja a lövés, pedig ez szép volt. A bal sorok felé Tarci viszont vetődve fogni tudta a lövést a 85. perc legelején. Átpattan a labda Szundászon, megy érte Jasarevics, Króner elrúgja Bajlóhoz, aki elveszíti azt. Aztán most beállt Májer Milán is beleír a labdába, hazajátsza kapusukhoz, Tarcihoz a labdát az ellenfejátékosai, és oda passzolt a Tarci az ETE játékosának, de ezzel sem tud élni az ETE, pedig 4-2-ben voltak az egerszegiek. Viszont nem passzolt a játékos az ETE-nek, jól láttam, akkor vagy talán Jakab volt az, hanem cselezett, és el tudták rugni. Támadásban a Mosonmagyaróvár, Forgács tudja a kiugratást megakadályozni, aztán elveszítik ismét az ETE-sek, Szaporosnak kell elrugnia egy hazapasszolt labda után a játékszert. Labdát szerezne Jakab, és jár a szabadrugás, amit majd a sárga lap is. A 21-es számú Bóner Rolandnak, a Mosonmagyaróvár jobb hátvédjének, ezért, hogy Jakabot megakadályozza abban, hogy elmehessen a szélem. Mégis egy jó taktikai szabálytalanság volt részéről, és főleg, hogy mi nem volt sárga lapja, bele is fért neki. Bobati Benyámin a labda mögött a szabadrúgásnál. A 86. perc legvégén még próbálkozhat az ETE. Tarci jön ki, elüti a labdát, és a Mosonmagyaróvár pedig megszerzés kontrás adnak is. Bartos lévén 3-3-ba. Laki tovább teszi, de ez Kretznek lesz jó. Kretz elrúgja. Szundász a labdával. Szundász tovább. Forgács elmegy a szélen, ezek szerint nem is volt kinn a labda. Forgácsot viszont leszerelik, és ez így a Mosonmagyaróváriaké. Krónel löki fel ellenfelét, és jár a szabadrugás az MTE csapatának. És a bal oldalon támadnak most a Mosonmagyaróváriak. A labdát befele hozta Jasarevics, aztán visszapasszol ki a bal szélre. Csató Sándor volt a mérkőzés, ami után többször kiemelte a szurkolói biztatás, ez elengedhetetlen volt a győzelmez, hát ez a meccs után biztos, hogy nem tudja, hiszen a játékosok teljesítményt nem igazán irodalmi jelzőkkel illetik a szurkolók. Igaz, már most mondjuk, hogy elvesztették labdát, hátul passzolgathatnak a zetések. Babati a labdával elveszti, Májer tovább, a Mosonmagyaróváriak támadnak, aztán a labdát sikerül megszerezni az ETE-nek. Bajló Dávid, Kretz megy még, Jaka megy, de elpasszolja a labdát, és így ismét oda egy kontra lehetőség. Szundász kapja a jobb szélen a labdát. És már beszéltem arról, hogy mi is írtunk a nagy térei hadjáratról, amiből nem lett semmi. Ugyanazon mérkőzésről nyilatkozta a Csató Sándor vezetőedző, hogy nem szeretnénk azt lerombolni, amit elértünk az ősz, és szerint egy nagyon szép ősz volt addig, és fontos, hogy ne rombolják le ezt most már, tartsák meg, és hát most nem azt mondom, hogy sikerül, de akár ezt is mondhatnám, hiszen így nagyon rossz emlékkel megy majd mindenki pihenőre. 3 vereséggel és 4 nyeretlen meccsel a háta mögött. Babatit lökték meg, jár a szabadrugás. Forgács, neki volt 2 nagy mentése, talán még emiatt lehet dicsérni, de hát az ő teljesítménye is az átlag alatti volt. És nem is tudnám igazából kiemelni, hogy ki volt az, aki jól játszott. Szaporos a gólokról nem tehetett, de nagyon hozzátenni se tudott. A mezőnyjátékosok közül pedig hát nem tudok kiemelni tényleg senkit, miközben Ágoston helyzetben, és kapufát lő Ágoston, szöglet lesz.
még meg lehetett volna a becsület gól a 89. percben kapásból szépen Szundász középen itt labdát ágosra lőtte, de az a felső lécről szögletre vágódott, úgyhogy még beleért egy másik játékos, Mosonmagyarvár játékos is. Tehát a 82. szöglet lesz, Bobati szöglete száll be, és Tarci ezt is kivédi. Volt egy fejes talán Krónertől, aki múlt héten még vezetéshez juthatta az etét. Ágoston vissza Szappanosnak, aki előreivel menne Forgács, megszerzik labdát a Mosonmagyarvár és a kinyilózatével szemben akarnának, akkor akár most mehetnének is, de hát már nem sürgős nekik a 90. percben. Cselezgetnek, passzolgatnak, tartják a labdát, ők viszont nagyon-nagyon pozitívan zárhatják ezt az évet. 10 feletlenül megvívott mérkőzés, amelyből 8 győzelem volt. Múltkor igaz leigszeltek a Vácca, de most ez egy igazán nagy skalp, oda-vissza megverik a akár bajnokságot feljutásra esélyesnek tartott Zetét. És hát ezen kívül is remek eredményeket értek el. És mire megyünk fel, hogy kikapott a Kisvárda, hát nem sokra. Miközben Babati a szélen cselezgetne egy berobást tud kiharcolni. Fölmutatja a 2 perces hosszabbítást, Aradi József játékvezető. Miközben Bedi a labdával, Krónellő és Tarci üti szögletre. Hát szögleteket most rúghatunk, de ezzel már nem sokra megyünk. Ezúttal jobb oldalról jár majd a szöglet, a sarokrúgás, ezúttal is Babati labda mögött. És most száll be a labda, ki tudja fejelni az első Mosonmagyarúvári játékos, Kretz. Megpróbálnak elmenni mellette, az Ete labdát szerez, Deutsch ellenfélhez passzol, aztán visszaszerzi Kretz. Babati előnyszabályt alkalmaz a játékvezető, ugyanis Kretzel szemben volt egy szabálytalanság, most viszont elveszítjük, csak időlegesen visszakerül a jobb szélre. Labda jön Forgács, Tarci pedig elsőre kiejtire megfogja és rúgja előre már is labdát. Bartos is megy, kifejeli a labdát a szélre, Deutsch Bence, amelyet Jakab még begyűjthet. Króner a 16-oson belül. Cselez, de elveszíti, a mosonmagyarváriak pedig most már arra rúgják, amerre állnak. Kontrázhatnának is, de nekik ez szökéletes. Csató Sándort figyelem, hátrat kézzel, lehajtott fejjel maga elé néz. Hát nehéz, nehéz ilyenkor mit mondani, vagy nem is tudom, mi járhat a fejébe. Hát sajnálhatjuk a sérüléseket, de talán azért 3-szor akkor se kellett volna kikapni. A 2 perces hosszabbítás lassan már letelik. Véleményem szerint ezúttal szabad, bocsánat, bedobást kap a Mosonmagyaróvár. Kovics kezében a labda, nem, bocsánat, Bóner volt az, de már lényegtelen is. Koszó, oda passzolja Tarcinak, és a mérkőzés véget ért. Ismét gúnyosan szólva szép volt, hogy 0-3 a végeredmény. Nem lett semmilyen nagy tillerei hadjáratból. Sorozatban a 3-szor is kikapott az ETFC. ZTFC Credobus Mosonmagyaróvár 0-3 a 11. percben Gottfried ballábas lövése nem sokkal ment mellé, a 15. percben Mosonmagyaróvári Szicert védett Szappanos, a 27. percben Smatovics fejese fél méterrel ment mellé, a 37. percben Smatovics góljával 0-1, a 48. percben veszélyes MTE támadásokat jegyezhettem fel, az 52. percben Bartos egy balról belült labdát lő a kapuba 0-2, az 53. minutumban Bartos egy kipattanót lőtt a kapuba 0-3, a 85-ben pedig Jakab lövését Tarci védte. Végül a 89. percben Ágoson Szundász passza után felső lécet lőtt. Volt a mérkőzésen 6 sárgalap, abból 4-et kaptak az etések, és azonnal azt még elmondom önöknek, hogy ezzel az ete 6. helyre került, illetve a többi eredményt is a fordulóból, úgyhogy szerintem még nem menjenek sehova mondjuk 2 percig. Sopron Balmazújváros 1-1 lett, Kozár Mislány Szolnok 1-3, Csákvár Nyíregyháza 0-0, Puskás Akadémia Soroksár 2-0, és Vác Siófok 1-0, Szeol Szeged 1-3, Kisvárda Budaörs 1-3, Cigán Dorog 1-0, Békés Csaba Cegléd 4-2,
a tabella ezek függvényben úgy feszül, az a Legerszeg a 9. helyen, a Nyíregyháza is megelőzhetett volna minket, de csak döntetlent játszott, valamint akár a Sopron is, viszont ők is döntetlent játszottak. Továbbá ugye a Szolnok is már följött, illetve a Csákra és az Ettel mögé 3 pont. A 30 pontunk van, a Szeged és a Vác előzött meg, hiszen mindkettő nyert. 9 pontra átlen az első Puskás Akadémiával szemben, 8 a második Soroksárral és 3. Balmazővárosban szemben pedig 7 pont. A legfrissebb vadonatúj tabella szerint. Felhívom figyelmüket, hogy a következő másfél hétben az etfc.vemdot.hu visszapillantó rovatot olvassanak, amelyben több szemszögből is visszatekintünk a mögöttünk hagyott fél évre. Ágoston Zoltán vezérigazgatóval értékeljük majd 5 stratégiai szempontból a 2016-os évet, annak is inkább a második felét, valamint lesz utánpótlás összegzés, lesz MB2 összegzés, valamint Zete összegzés, statisztika, játékosokról, tehát sok minden érdekesség. Holnap a bajnokság mai eredményeiről olvashatnak, illetve a tabellát is tekintetnek majd meg, és 20 óráig tart az év utolsó játékos osztályozása, amelyben hát véleményezhetik játékosaink mai teljesítményét majd. Kedves hallgatóink, olvasóink, 2016-os utolsó közvetítésünk végén kollégáim nevében is szeretném megköszönni egész éves kitartó figyelmüket, hogy olvasták az etfc.vemnode.hu-t, hallgatták interjúinkat, élő közvetítéseinket, nézegették fényképeinket, illetve Facebook oldalunkat, megosztásokkal segítették, hogy az információk minél több emberhez eljussanak. Mindannyiunknak áldott békés ünnepeket és boldog új évet kívánok ZTS sikerekkel együtt. A már említett tartalmak miatt a következő 2 évben is érdemes lesz honlapunkra kattintani, 2017-ben pedig ismét rengeteg friss hírrel várjuk majd Önöket. Az idei évre a közvetítéseinek vége, Óházi Bálintot hallották, viszont hallásra!